Folyamatosan zajlanak a próbák és a készülődés a Crescendo nyári akadémián a közös előadásokra. Az idén ifjúsági kamarazene szekcióval bővült a Zeneművészeti Akadémia. Ez egy nagy-nagy gyűjtő fogalom, természetesen nem csak kamarazenéről, hanem szóló órákról, illetve zenekari munkáról is szó van, és hát van erre lehetőség a két hét alatt. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most már nem csak magyar gyermekek, hanem külföldi vendégeink is vannak ebben a szekcióban, és a Crescendo művészei a saját gyermekeiket bízzák ránk, hogy így nyáron a zenei képzésüket biztosítsuk. Közel 70 gyerek vesz részt a különböző kurzusokon. A Crescendo első hetében a kőbányai zeneiskolások érkeztek Sárospatakra. Vonós együttes, klarinétos, zongorista, illetve két gitár kamaracsoport a tagjainak a kőbányai zeneiskolás csapatnak. Őket 6 tanár képzés. Tényleg arra van ilyenkor lehetőség, amire évközben nem, hogy együtt zenélhessünk, és a zene által jobban megismerhessék egymást. Természetesen a kőbányai gyerekek mellett vannak még itt budapesti zeneiskolából, illetve innen Sárospatakról is. Ennek nagyon örülünk, hogy a helyi zeneiskolások is bekapcsolódnak ebbe a munkába, és már most vannak külföldi gyerekek is, akik a zenekaros munkába részt vesznek. Ezzel egy nemzetközi ifjúsági zenekar jött létre, amelyhez ezen a héten kínai zeneiskolások csatlakoztak. Ők a kurzusokon az európai zenei hagyományokkal ismerkednek. Az ifjú zenészek itt szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani egymással és oktatóikkal is. Rengeteg mindent lehet tanulni a tanároktól, nagyon jó tanárok vannak itt, és nagyon jó kapcsolatot tudunk kialakítani. Vannak, akikkel baráti kapcsolatot. A Crescendo nyári akadémiának már több éve a Sárospataki Református Kollégium ad helyet. 3 évvel ezelőtt keresett meg bennünket a Crescendo nyári művészeti akadémia vezetősége, hogy adhatnánk-e otthont mi a Református Kollégium ennek a kéthetes rendezvénynek, és ennek nagyon megörültünk, hogy ezt a felkérést megkaptuk, mert úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy a Crescendo nyári akadémiának a szellemiségét, vagy Crescendo művészeti alapítványnak a szellemisége az nagyon is összeegyeztethető a Református Kollégiummal, tekintettel arra, hogy a Crescendónak egy eléggé mérható keresztény üzenete is van a művészeteken keresztül, és így úgy éreztük, hogy méltó helyszínt tud adni ennek a 480 éves iskolánk. A nyári akadémia nyilvános koncertjei ingyenesek, további információkkal kapcsolatban a rendezvény honlapján tájékozódhatnak.